Világszinten is egyedülálló automatizált raktárt adtak át Zalaegerszegen. A Flex Zala Automotív gyáregység újabb eleme 1800 négyzetméter alapterületű, 1500 raklap és 26000 doboz elhelyezésére biztosít lehetőséget. A mindegy 2 milliárd forintos, 41%-ban állami támogatással megvalósuló beruházás robotizációs megoldásokkal segíti a termelékenységet. A Flex több mint 30 országban és 7 magyar városban van jelen. Zalaegerszegen két telephelyen összesen 4000 embert foglalkoztatnak. A Zala Automotív gyáregységben autóalkatrészeket gyártanak. A mostani fejlesztéssel, ami sokak összefogásának eredménye, a logisztikai kapacitást növelték, tájékoztattak a cégvezetők. Ennek a raktárnak, ami csúcstechnológiát képvisel, az avatása az nem csak az innováció jelképe, hanem a csapatmunkáé, hanem az együttműködése is. Az átadón részt vett Lázár János építési és beruházási miniszter, aki elmondta. A magyar kormány jelentős összeggel támogatta a csarnok megvalósítását, amelynek feltétele a munkahelyek megtartása volt. Zalaegerszeg jól használta fel a magyar adófizetők forrásait, és arra számíthat Zalaegerszeg, hogy a következő időszakban is az adófizetőket képviselő kormány támogatni fogja és támogatni kívánja. A háborús idők ellenére is Zalaegerszeg közösségének és Zala megye közösségének fejlesztési elképzeléseit. Az ünnepségen beszédet mondott Víg László országgyűlési képviselő, aki az innováció jelentőségére hívta fel a figyelmet. Robotika készíti elő az árukat, ő raktározza, ő hozza ki a raktárból, tehát az innováció egyik nagyon fontos állomásán vagyunk. Ezzel segítjük azt, hogy mindaz az ellátási lánc, amely most akadozik, a termelés, amely az ellátási láncok véget akadozik, azt segítsük, hogy az emberi munkáról tudjuk pótolni minden olyan eszközzel, amely a rendelkezésünkre áll. A résztvevőket Balai Zoltán is köszöntötte. A polgármester kiemelte. Az elmúlt 28 évben a város és a vállalat mindvégig sikeresen működött együtt, ám az utóbbi években különösen jó, szoros és korrekt volt a kapcsolat. Az ünnepség szalagátvágással zárult.